Azt hiszem, hogy mikor gyerek voltam, nem is ismertem ezt a kifejezést, hogy gluténérzékenység. Most pedig már annyian vannak, hogy annyi embernél fedezték most már fel megfelelő diagnosztikai módszerek segítségével, hogy legalább annyian gluténérzékenyek, mint nem. És nem csak a gluténérzékenység, hanem minden más tojásérzékenyek, vagy bármilyen más érzékenységük van, ami miatt mondjuk bizonyos terméket nem fogyaszthatnak. Én például ugye élesztőt nem ehetek, és ugye pont ezért jó a kovászos is, mert ugye abban nincsen élesztő, és ugyanígy van az egyéb termékeknél is adalékmentes, minden nélküli. És ami még egy évtizeddel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna számomra, hogy van olyan torta, ami nagyon finom, vegán, paleo, cukormentes. Mi a neve? Az egyik egy gesztenyés torta, a másik pedig a Bounty, ami kókuszos.